1956. október 16-án, megbontva az addig monolit intézményi struktúrát, a pártól független szervezetet alakítottak a szegedi egyetemisták. Demokratikusan maguk választották vezetőiket, állították össze programjukat, és felhívásukban szorgalmazták a szervezet országossá bővítését. Kezdeményezésükre országszerte diákgyűléseket tartottak, az elfogadott programokban egyre nagyobb teret nyertek és élesedtek a politikai követelések. Október 22-én a budapesti műegyetemisták másnapra a lengyelországi változásokkal szolidaritást vállaló tüntetést is hirdettek. Október 23-án a pártvezetésnek sem bátorsága, sem ereje nem volt a demonstráció megakadályozására. Délután a diákokhoz csatlakoztak a munkások, Budapest lakossága. Több százezres tömeg tüntetett a BEM téren, majd a parlament előtt, ahol Nagy Imre beszéde nem volt képes lecsendesíteni az embereket. Miután a tüntetők órákon át követelték, hogy a rádió közvetítse a műegyetemisták pontjait, késő este az épület védelmére rendelt karhatalmisták tüzet nyitottak a tömegre, amely válaszul fegyvert szerzett, és ostrom alá vette a rádió székházát. A békésen indult tüntetés ezzel fegyveres felkeléssé változott. Hajnalban szovjet páncélosok érkeztek Budapestre, megjelenésük azonban nem törte le a megmozdulást, sőt kiszélesült az ellenállók tábora, a felkelés nemzeti szabadságharcává. Az 56-os forradalom története innentől már jól ismert, arra viszont már nagyon kevesen emlékezhetnek, hogy milyen uniformisban, milyen fegyverekkel zajlottak az akkori események. Ezt hivatott feleleveníteni a Multidéző mai adása. Polgár Zoltánnal már beszélgetett egy alkalommal a Multidéző stábja, most viszont a kedves nézők is közelről megnézhetik az akkori korszak jellemző harci eszközeit. Hogyha ma valakit egy ilyen ruhába látunk, az elég ijesztően hat, vagy ugye maximum nemzeti ünnepeinkkel látunk ilyen katonákat, mindenképpen fegyver nélkül. Mit tudsz elmondani erről az uniformisról? Mikor használták ezt? Hát ez egy 1951 mintájú magyar Rákosi féle tüzér őrmesteri ruha, amit az Attilán látunk. Amit rajta látunk, az egy mesterlövész jelvény kézifegyverrel, így egy 1945-55-ös 10 éves díszemlés emlékérem. Ami a kezében van, az egy 1933 mintájú PPS géppisztoly. Azt tudni kell, hogy ebbe a dobtárba 70-72 lőszerig ment bele. Hány milliméteres golyókat? 762x25 milliméter a kalibere. Ami még az oldalán található, mivel hogy tiszthelyettesnek minősül, van rajta egy az oldal pisztolytáskában egy úgynevezett 1933 mintájú TT Tokarev pisztoly. A forradalom után ezeket az egyenruhákat, ugye mert szovjet mintára készültek, ezeket kimondták, és 57-től visszapróbáltak nyúlni a magyar tradicionális egyenruhákhoz, és ezeket az úgynevezett orosz mintájú egyenruhákat kimondták. Ugye az 1956-os forradalom és szabadságharcnak most ünnepeltük az 55. évfordulóját, és a mai adás aktualitása a november 4-i tragikus dátum. Mit mondhatunk el, hogy 56-ban mik zajlottak Kecelen, kik voltak azok, akik ellene mentek a rendszernek, akik azt mondták, hogy na most ebből elég. Hogyan zajlott mindez Kecelen? Kecelen október 23-án még nem történt semmi. 24-én volt az, hogy az akkori tanácsháza, ami most polgármesteri hivatal, ott a beadási könyveket kihorták, meggyújtották. Most név szerint nem mondom meg, hogy kiket. De volt, hogy két embert oda-vissza visszaszaladtattak a tűzbe, aki egyik megölszült, utána egy Kecelen nagyon sokáig élt.
A másik az, hogy a keceli rendőrség, ahol most van, ott megpróbáltak fegyvereket szerezni, de rendőrök felszólították a tömeget, hogy mindenki menjen haza. Nincs itt semmi látnivaló. Lehet-e tudni, hogy akkoriban mekkora volt a keceli rendőrőrs állomány? Hát a keceli rendőrös 10-12 fő rendőrből állt akkor. A keceli rendőrös, tehát az nagyobb létszámúnak mondható, mint jelenleg. Mik történtek utána? Hát a tömegben egy fiatalember kivált, és meggondolatlanul be akart mászni rendőrségre fegyvert szerezni. Felszólítás alapján mondták, hogy ezt nem próbálja meg. Úszolták, hogy hát menjen be. Na most ezt egy rendőr a padlásról egy 44 mintájú karabélya egy fejlövéssel megoldotta. Ő volt az egyetlen halálos áldozat? Igen. Tehát ő lebukott a kapuról, abban a pillanatban mindenki szana szétszalt. Eseményekről csak rádió útján lehetett értesülni, illetve sok ember fölment Pestre, illetve a keceliek, akik fönn voltak Pesten, azok jöttek haza, és azok hozták a híreket, illetve vándoroltak a hírek föl és le. Most azt is hallottam, hogy mivel ugye Kecele már akkor is a mezőgazdaságból élt, hogy nagyon sokan innen is mentek fel, és élelmiszert vittek a forradalmároknak. Igen, tehát Kecelről is volt gyűjtés, tehát gyűjtöttek krumplit, tököt, kacsát, zsírt, szalonnát, és ezt csepelett terrautókon, illetve lovaskocsikon szállították föl, de a Sót határában az akkor még állomásozó orosz alakulatok minden teherautót átvizsgáltak, és ahol fegyvert találtak, ott a sofőrt anyan lőtték a helyszínen. De azért azt elmondhatjuk, hogy tehát volt keceli szállítmány, elért végül is Pestre. Igen, volt, szíltoztották, és nem akadályozták meg az akkor még bent tartózkodó orosz csapatok ezt a tevékenységet. Mi lett azzal az egy láda fegyverrel? Hát itt minden rendőrségen volt egy úgynevezett M-készlet, ahol géppisztolyok, illetve karabélyok voltak M-záróval, a háború esetén szétosztandó. De most ezeket a fegyvereket egyik keceli lakos bátyja, az egy repülős volt Kecskeméten. Két társával egy amerikai döcsviponon lejöttek, és rendőrségre bementek és elszállították ezt a fegyvereket, hogy itt Kecelen ne legyen szétosztva. Tehát nehogy valami tragédiába torkoljon a dolog, és ők elvitték Halas felé, és ők utána Jugoszlávia felé el is hagyták a Magyarország területét. És akkor egészen november 4-ig, hallottam más dátumot is, hogy az oroszok ide később értek le, tehát nem konkrétan november 4-én, hanem 10-e környékén. Addig akkor igazából le is csillapodtak a kedélyek. És tehát annyi, hogy a beadási könyveket, meg az ilyen papírokat elégették a tanácsházán, és azon kívül a zászlókat letépték, meg ugye ezek a zászlók voltak, ezeket kivágták. Itt látszik is ugye, hogy a vissza van varva. Igen, tehát ezek úgynevezett leltárva lévő zászlók. Ezt most, amikor lezajlott a forradalom, ugye ezzel a zászlók el kellett számolni. Na most akkor még úgy gondolták, hogy nem lesz ez biztos olyan nagyon gyors, és ezt utána szépen visszavarták, és utána leadták ezt a zászlót. És ugyanaz lett visszavarva, amiben itt kivágtak belőle. Kicsit hátrébb lépek, idegesít ez a fegyvercsőidbe, nagyon félelmet gerjeszt. Voltak egy szovjet katonák? Hát itt 10-e, 14-e felé vonultak át, de itt nem állomásoztak, illetve egy helyen megálltak, két napig pihentek, és utána Kalocsa felé ment el az egész. Itt Kecelen történtek-e olyanok ezen az átvonuláson, olyan tragikus események, olyan borzalmak, amikről későbbiekben tudomást szereztél, esetleg beszéltek neked idősebbek, hát elkobzások, még akár gyalázatosabb? Hát itt úgymond az orosz csapatokat, mikor bevonultak, akkor 5-6 fiatal, meggondolatlan gyerek, mert itt Kecelen 1956-ig úgynevezett nyári tábor működött a Szilosi erdő területén. Ezt tudni kell, hogy a háború után a csapatok létszámát, mindig a laktanyákban lévő létszámot le kellett jelenteni úgymond a nyugat felé. Na most, ami úgynevezett nyári táborban tartózkodó katona, az nem számított létszámba.
Tehát és minden város, illetve a nagyobb község területén kívül voltak egy úgynevezett sátortáborok, alul január 1-től december 31-ig kint állomásozták a csapatok, és ezek nem voltak állománybevőek. Ugyanez volt Szilosba is. Na most itt 56-ban az itt lévő katonák ugye híreket hallva mindenki haza akart jutni. Na most az ott lévő fegyvereket, azok általában a nehéz fegyvereket, illetve tehát hosszú fegyverek, ezeket szétdobálták. Na most a könnyű rejthető fegyverek, azok a pisztolyok voltak, azt a katonák általában maguknál tartották, de a géppisztolyokat, puskákat, pisztolyokat, golyószórokat bedobálták az árba. És ezeket megtalálták keceli lakosok? Persze, ezeket a fiatalok összeszedték, illetve az öregek, hogy ez még jó lesz valamire. Na most ezt tudni kell, hogy 57-ben is statárium nyert bármely fegyveri, illetve lőszeré, illetve hadianyagért. Na most 57-ben, illetve 58-ban még állandóan bemondták, hangos bemondón, aki milyen fegyverzeti anyag van, egyenru, a sisak, fegyver, lőszer, kézgránát, az büntetlenül kiteheti az utca elejére, és minden hajnalban egy döcsvipon végigjárt, és az utca elején összeszedte a kirakott hadianyagot. És ezt büntetlenül meg lehetett tenni, 57-ig, 58-ig. Bevallom, elég ügyetlenül fogom én ezt a pisztolyt, de most mit láthatnak a nézők? Ez milyen pisztoly volt? Ez egy úgynevezett 1933 mintájú Tokarev pisztoly, ez egy TT, köznyelven TT-nek hívták. És itt mögötted is látunk igen komoly fegyvereket, gyakorlatilag ez egy fegyver arzenál. Ezt például, mi ennek a neve? Ez mit tud? Ez az AK-47-es gépkarabé. Tehát ez az a híres, amit a mai napig is elvileg használ. Igen, annyi az híressége neki, hogy Magyarországon került először harci bevetésre, tehát itt tesztelték le az 56-os forradalomban ezt a fegyvert. Uh-huh. Tehát ezt a november 4-én a bejövő gárda hadosztályt egyben voltak felszerelve, tehát az elitegység. Ezt hogy húzták fel, megmutatod nekem? Tehát ezt megfogták. Mégis rutinosabban tudod. És dír. Hány golyót tudod kilőni? Hát ebben most éppen egy 30-as táron, de van hozzá 10-es, 20-as, 30-as, illetve 40-es. Amit már háború után gyártottak, volt hozzá egy 75-ös csigatár is. De azt kifejezetten csak az elite, illetve az ejtárnyos csapatok részére gyártották. Értem. És mi a többi fegyver? Ezek? Ez látom egy kisebb, itt. Ez a PPS 41-es géppisztoly. Magyar Honvédség valójában ebben volt teljesen felszerelve. Tehát a korszerű fegyvereket az oroszok nem adták át, hanem a háborúból megmaradt készletanyagok kerültek végül is a úgynevezett szocialista tábor. Meddig volt ez készleten Magyarországon? Hát ez 1990-ig a munkásőr felszámolásáig, munkásőrség felszámolásáig minden készlet, illetve ők is használták. Uh-huh. Ezt a belügyi csapatok használták, ez a PPS 43, a köznyelvű titkos Szurejev géppisztoly, ugyanazt a lőszert lőtte, mint a dobtáros géppisztoly, de fele akkora súlyban. Ez lehet az a géppisztoly, laikusként kérdezem, amit esetleg filmekben is láthatunk, mert gyakorlatilag teljesen úgy néz ki, mint amit a terroristák mindig előkapnak, és lövöldöznek vele, viccesen fogalmazva, de ez abszolút ehhez hasonlít. Hasonló, ez az egyszerű, ezt Leningrádban kezdték el a gyártását 1943-ban, mikor a németek körbezárták Leningrádot, és az ott nevezett úgynevezett szükséganyagokból, kerítésekből, lávosokból beolvasztották, és abból gyártottak fegyvert. Hát kiló egy ilyen? Ez nem nehéz, ez olyan 2,5 kilót teli tára. Hát, körülbelül. Ez egy úgynevezett 1944 mintájú Mosin-Nagant karabé. Ennek az annyi az érdekesség, hogy a szurőn ki lehetett hajtani. Kis, rövid fegyver. Utcai harcokban, illetve helységharcokban nagyon jól lehetett alkalmazni. Ez is a Magyar Honvédség fegyverezébe tartozott. Ez is 1990-es évek végéig a Magyar Díszőrség főfegyvere volt. Tehát amikor a díszszázad lőtt egyet, akkor igen, hát meg ezen volt a kis piros zászló rajta. Értem. Főhajtott szörönnyel. Ezt hogy kell felhúzni? Így, és akkor ide ment bele ugye a lőszer. Igen, 5 darab lőszer fért bele.
És akkor minden egyes lövésnél újra felhúzni. Felhúzni, igen, igen, igen. És vissza. Igen, kis könnyű. Furcsa egyébként fegyvereket tartani, de megpróbálom én is ezt a szuronyt kihajtani. Tehát úgy letolom, igen, és hajtam is ki. Gyorsan visszaadom. Bármennyire is fegyver, nem érzem magam biztonságban. Hatástalanított mind, úgyhogy... Van még egy géppuska, bár ez be van csomagolva. Ha megteszed a nézőknek, hogy kicsomagolod és megmutatod, hogy mit tudott ez a puska? Hát ez egy úgynevezett DP golyószóró, ez az eredeti csomagolása. Segítek én is. Ez az a bizonyos géppuska, amit ugye akkoriban ki lehetett támasztani. Igen, van róla egy híres fénykép, ez a Corvin közben látható. És így megy rá a tár. Ebben hány golyó fért? 50 darab lőszer. 50 darab lőszer. Milyen messzire tudott elhordani ez a puska? Tehát ez egy golyószóró. Ez a golyószóró ugyanazt a lőszert lőte, mint a kézi fegyverek, tehát a puskák, és ennek a lőszere is 4000 méterig megy el. A tárjában 50 darab lőszer fér. Volt esetleg valami külön kiképzése annak a katonának, aki ezt használhatta? Vagy... Persze, persze. Tehát minden fegyvernek volt egy külön kiképzése. Úgymond a lövész fegyverekhez tartozott. Kifejezetten a golyószorosok, illetve géppuskások kezelték, akik külön kiképzést kaptak. Tehát ez a golyószorozós két ember kellett. Egy, aki kezelte a fegyvert, illetve egy, aki vitte a tartalék csövet, szereléket, illetve tartalék tárakat. Ha beszéltünk ugye arról, hogy Kecelen voltak fegyverek, amiket magyar katonák eldobáltak. Ezek közül, amiket most itt bemutattál, melyek azok, hogy voltak-e? Például egy ilyen golyószórót lehetett-e itt Kecelen találni? Biztos, de hát ezek nem azok. Biztos, hogy lehetett, mert a katonák tehát úgynevezett kézi fegyvert vitték el, tehát a pisztolyt. Ez könnyebb volt rejteni, mert könnyebb volt cipelni. Na most az itt lévő katonák, akik itt a nyári táborban voltak, itt az egész ország területére laktak. De most itt október 26-27-e után mindenki megpróbált hazajutni. Na most gyaloggal, annak idején nem ilyen közlekedés volt, mint most, hanem lovas szekér, fölkéreckedtek. Na most ilyen nehéz fegyvert nem vitte senki. Tehát ezeket mindent eldobálták, és a lakosság vagy fölszedte. Vagy utána 57-ben összeszedegették. Ez az a híres Rákosi címer, amelyet a legutóbbi 1956-os városi ünnepségen láthattunk. Mm-hmm. Mit tudhatunk erről a címerről? Mit ábrázol, mikor volt aktuális? Aktuális furcsa kifejezés, de mikor használták tehát Magyarországon? Ezt a címet, ezt 1949. augusztus 1-től 1956. október 23-áig volt úgynevezett hivatalos országcímer. Ez Kalapács a búza kalászlal, illetve a búza átveszi az egészet, és fényesedik rajtuk a vörös csillag. Milyen jelentése van a kalapácsnak és a búzának? Hát az egyik a munkásosztályt jelenti, a másik meg a parasztságot, és hogy összekovácsolódik a kettő. Összefogolnak a Rákosi mátyás alatt. Ugye ezeket a címereket vágták ki a zászlókból, mint ugye itt is látható. Igen, tehát ez a nagy címer, ami a kezedben található, ezt nagy zászlókra, tehát ilyen középületekről lelógó zászlókra volt fölvarva, három helyen lehetett rögzíteni, és ez egy préselt lemez címer, festett lemez címer. Tehát ezeket nem olyan, hogy fújt a szél, hanem lógó zászlókra rögzítették föl. Két sapka van a kezemben, az egyik egy eredeti 56-os. Ez egy forradalmi sapka? Nem, ez a 1950 mintájú magyar téli gyakorló sapka. Ez annyi volt, hogy a forradalom alatt a címereket levették róla, és a Kossuth címert a kis kokárdával tették főre, aki úgymond átállt a forradalom oldalára. A másik sapka pedig már egy vörös csillagot ábrázol frontján. Ez is az 50 mintájú, de ez a nyári sapka, ez az úgynevezett pilotka. Itt annyi van, hogy ez a címer található rajta, a Rákosi címer. Na most ezeket is 56-ban levagdosták, mert cérnán van fölrakva, és ide csak egy pici kis kokárdát raktak a katonák. Kenyeres Dénes 2004-ben megjelent Katonai kitüntetések a Magyar Történelem című könyvében rövid leírást olvashatunk a munkás paraszt hatalomért emlékkéremről, amelyet a miniszter tanács alapított 1957. április 21-én a 25. számú rendeletével. Az emlékérmet
az idézőjelesen ellenforradalom leverésében, az ország rendjének megszilárdításában kifejtett tevékenység elismerésére adományozták. Itt ugye az ellenforradalmat az 1956-os forradalom és szabadságharcra értették. A kitüntetést a magyar forradalmi munkás parasztkormány adományozta, az ellenforradalmi erők elleni harcban hősi halált halt személyeknek, azoknak, akik az 1956. októberében kitört ellenforradalmi felkeléssel szemben harcoltak, vagy azoknak, akik az 1956. októberében kitört ellenforradalmi felkeléssel szemben harcoltak, vagy az ellenforradalom elleni harcot irányították, illetve azoknak is, akik a párt intéző bizottságok, a rendőrség, a honvédség, a tanácsok által szervezett karhatalomba 56. december 31-ig beléptek. Az emlékéremmel okirat is járt. A kitüntetett személy halála után az érem az örökös birtokában maradt, a tulajdonosa többféle kedvezményt is kaphatott. A kitüntetés egyébként aranyozott bronzveret koszorúból áll, mérete 42x38 mm-es, az emlékérem szalagja 40 mm-es széles nemzeti színű selyem. A miniszter tanács tájékoztató statisztikája szerint az emlékéremből mintegy 20 000 darabot készítettek, és valamennyit oda is adományozták. Kecelen a Pintér Művek Haditechnikai Parkban a mai napig nagyon sok olyan harci gépjármű fellelhető, amelyet az első és második világháború idején is használtak. Viszont találtunk olyan tankokat is, amelyeket az 56-os forradalom leverésére vetettek be először. Na, innen már látszódnak azért a tankok. Hány tank található itt? Úgy nagy vonalakban. 30 körül? Durván. Ezek a tankok gondolom már nem üzemképesek. Vagy esetleg fel lehet őket javítani úgy, hogy lehessen őket használni? Hát, hogy érted, üzemképes. Tehát, hogyha egy kis szereléssel akár be lehetne indítani a motort, és mondjuk el tudna indulni a saját lábán. Hát most ez a kis szerelés az azt jelenti, hogy vizet kell beletölteni a hűtőrendszerbe, akkumulátort, illetve üzemanyagot is indul. Na, itt már látszik egy jó sor. Ez például milyen tank? Ez a BTR-1-es páncél, vezetékes páncélelhárító rakétával felszerelt kis... Ez kétéltű? Kétéltű? Mert látom, hogy itt vannak nem. Kisebb kerekek. Mankókeréknek hívják, hogyha véletlen teli találatot kap a kerék, és nem győzi, ezt elvileg lehet pumpálni a kereket belülről, de hogyha annyi találatot kap már, hogy nem győzi a kompresszor feltölteni, akkor ezeket hívják mankókerekeknek. Kicsit lejjebb engedés, tömör gumikerekekkel még tovább tud menni. Tovább tud menni. Ezen a soron már jóval komolyabb harci eszközök láthatók. Ezek a T-54-es, illetve 55-ös alvázon lévő Su-57-es légvédelmi csapat tüzére. Ezeket is használták meg 56-ban, 57 mm-es ágyukkal felszereve. Jártak-e ilyen tankok Kecelen? Kecelen 56-os években semmi fajta tank nem járt. Tehát a harckocsi az II. Világháború alatt járt Kecelen, azok T-34x85-ösek voltak, ami ott sorra legyen található. Abból három darabot lőttek ki itt Kecel határában. Többi az meg átvonult kiskörösre, illetve a Solti hídfőre. És akkor itt van ez a két tank, amely jellemző az akkori időszakra. Hát ez és amelyeket leginkább ismerhetnek az emberek a filmekből. A név az, hogy T-54, T-55. Mit jelentenek ezek? Tehát a T-54-es az itt található, a T-55-ös viszont ott. A T-54, T-55 közt különbség annyi, hogy a T-55-ös kapott egy 12-7-es légvédelmi gépágyút, amit ugyanúgy földi célokra is lehetett használni, illetve kapott egy AVV, tehát atombiológiai vegyi fegyver elleni védelmi szűrőt. Az 54-esben még nem volt, az 55-ösben van, az kívül nem is látszik rajta. Járjuk egy picit körbe ezeket a tankokat, hogy mit tudtak. Hányan irányították például? Négy fő személyzete van, mind a kettőnek a harci tömege 37 tonna, mind a kettőben egy V2-es dízelmotor található, egy feltöltésen 400 km tudtak megtenni. A gázlóménységet, tehát úgymond a mocsaras területen 1 méter 20-ig még üzemképes. Tehát 1 méter 20 sárba még tud menni. Mondjuk ott már azért eszik. Úgy értem, tehát hogy mondjuk 100 km-re levetítve, a mai aggyal gondolkodva mondjuk 400 forintos benzinár mellett. Sokat nem kell vele autózni, hát a 400 km, tehát azt mondom 100 km az a 140-150 liter üzemanyag. És de inkább több, mint kevesebb. Láthatók ezek a robosztus lánctalpak. Mi történik akkor, ha egy ilyen elszakad? El tud-e szakadni egyáltalán? Persze. Minek következtében? Tehát milyen terepen kell ahhoz menni, hogy egy ilyen lánctalp felmondja? Most ez úgy magától nem igazán szokott elszakadni, ez inkább az elhasználat, a csapszegek fogják össze a láncokat, ezek a csapszegek.
elvileg elhasználódás, de ugye a karbantartás miatt ezeket nem szabad elhasználni, illetve háborús körülmények közt a kisebb, úgymond páncéltörő fegyverek, illetve a kézigránát kötegekkel mindig a lánctalpat próbálják megsemmisíteni, mert onnantól kezdve mozgásképtelen. Mozgásképtelen. És egy mozgásképtelen járművet a legkönnyebb megsemmisíteni. Ezek a tartályok, ezek mire szolgálnak egy tankon? Ez tartalék, üzemanyag, víz, illetve kenőanyag. Nem volt veszélyes üzemanyagot ide tenni, hogyha kap egy lövedéket? Az üzemanyagok hátul van a tartalék üzemanyag, két nagy hordóval, de harci körülmények közt azt a két, 4 hektár üzemanyag van hátul tartalékban, az harci körülmények közt azokat leoldották. Tehát a víz, illetve kenőanyag az nem egy problémás dolog. Na most azt tudni kell, az 56-ban a kockaköveken, illetve a házaknál azt oldották meg, hogyha mozgásképtelen lett egy tank, akkor molotov koktéllyel fölülről gyújtották az egészet. Mert egy tanknak a legsebezhetőbb része a motorháztető, illetve a teteje. Ott a leggyöngébb a páncélzat. Ezeknek a frontpáncélra elő 100-110 mm, így döntöttem. Na most ezeket átlőni nem igazán volt egyszerű szemből. Tehát a legkönnyebb fölül megsemmisíteni tankot. Erre nagyon ügyesen rájöttek a forradalmárok, akik a molotov koktélt, mint az 56 egyik legfontosabb fegyverét használták. Igen, az befolyik mindenhol. Ez a T-34-85-ösök, ez a magyar honvédség kötelékében használtak, ezeket használták úgymond a forradalmárok is, mert a magyar honvédség ezek múltak még rendszerben. Tehát amiket T-54-es, illetve T-55-ösöket, ezt a német gárda hadosztály kapta, mivel egy elit fegyverzette voltak, ezek kapták meg a T-típusokat, illetve az AK-47-eseket, és ezek harci körülmények közt Magyarországon voltak először tesztelve. November 4-e után. Igen, november 4-e van. Ezeket itt Magyarországon tesztelt, úgymond háborús körülmények között itt lettek tesztelve. Azt szerintem nagyon kevesen tudják rólad, hogy filmszínésznek is felcsaptál. Forgattatok egy filmet 56-ról. Kinek köszönhető ez a film? Mit tudhatunk róla? Ez Pongrácz Gergelyel kezdtük el forgatni ezt a filmet. De aztán itt a 2006-os októberi események ezt nem igazán hozták, úgymond bemutatható állapotban, de a film elkészült. Tehát akkor ezért nem hallhattunk róla. Igen, eddig. Tehát ez a kinti emigránsoknak készült, kikerült a film, hát volt visszhangja is, de Magyarországon bemutatásra nem került. Neked konkrétan milyen szereped volt a filmben? Statisztán voltunk végül is, katonaként voltunk. És akkor egy harci jelenetet mutattatok? Igen. Hát kedves nézőink, mára ennyi volt a Multidéző című műsorunk. Zoli, neked köszönöm, hogy ilyen szakszerűen elmagyaráztad, hogy akkoriban milyen fegyvereket használtak, milyen harci öltözetet használtak a katonák, és hogy tulajdonképpen mik történtek itt Kecelen. Kedves nézőink, önöknek pedig köszönöm a figyelmet, ennyi volt mára a Multidéző. Egy hónap múlva ismét várom önöket. Viszontlátásra!